Az egésznapos rendezvényen 8 iskola csapata vett részt, Poszabi, Gáva Vencsellői, Nagyhalászi és Ibrányi diákok, valamint a nyíregyházi Kazinci Ferenc, Apácai Csere János, Arany János és Móricz Zsigmond általános iskola tanulói érkeztek Ibrányba. Így összesen 360 diák ismerkedhetett nem iskolai körülmények között a természettudományos tantárgyakkal. Az egésznapos rendezvényen különböző állomásokon tesztelhették tudásukat a tanulók, különleges és látványos kísérleteket láthattak, például a cseppfolyós nitrogén erejét is bemutatták az érdeklődőknek. A gyerekek olyan kísérleteket láthattak, amelyek látványosak, és nem biztos, hogy szerencsés lett volna ezeket iskolai körülmények között végrehajtani, hiszen itt, ami lehetett, az felrobbant, elégett, füstölt, illetve fényhatással járt. A versenyen a legkiemelkedőbb csapat az egész osztály számára kirándulást nyert a zempléni Kalandparkba, ahová jövő tavasszal látogatnak majd el a diákok.